verrat. Ja, mooi. Abortum Yes. Yes, it's working. So we're hagyjon mire nem majd elintézem. We're in Exodus 33 tonight. Ma este 2 Mózes 33-ban vagyunk. The Lord said to Moses, "Depart, go up from here, you and the people whom you have brought up out of the land of Egypt, to the land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, 'To your offspring I will give it.' I will send an angel before you, and I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Go up to a land flowing with milk and honey, but I will not go up among you, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people." Azután így szólt Mózeshez az Úr: "Eredj, menj el innen néppel, a néppel együtt, amelyet fölhoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódaiknak adom azt. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánoániakat, emóriakat, hettitákat, perizzieket, hívvieket és jebúsziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton." So God knows the nature of these people, that they're stiff-necked. Isten ismeri ennek a népnek a tulajdonságát, hogy kemény nyakú. I'm not going to go with you, because if I do, I'm going to consume you. I'm going to send an angel with you. Mondja, an angel's going to lead you. Ezért nem megyek veletek, mert ha veletek mennék, akkor elpusztítanak benneteket, inkább egy angyalt küldök veletek, az fog vezetni benneteket. But what I really like here is God is saying go. De ami nagyon tetszik itt ebben a részben, az, hogy Isten azt mondja, hogy menjetek. If you want to reach the promised land, you gotta go, you gotta move. Hogyha el akarod érni az ígéret földjét, akkor el kell indulnod, menned kell, mozdulnod kell. I think sometimes, you know, we believe in waiting on the Lord. Mert hiszünk tényleg abban, hogy várni kell az Úrra. And we believe we should wait for God to speak and to... And so we can hear from God. És hát igen, tényleg várnunk kell arra, hogy Isten szóljon, hogy meghallassuk, amit mond. But there's also the concept of you need to get up and get going. De annak is megvan a maga ideje, amikor az embernek fel kell kelni és el kell indulni. If you don't get up and you don't get going, it's hard to direct you. Hogyha nem kell fel az ember, nem indul el, akkor nagyon nehéz irányítani. Now some people, you know, this sounds weird, but they wait on God to a fault, in the sense that that's all they do. They wait. They don't do anything. Néhány ember időnként ilyen bűnös módon vár az Úrra, olyan értelemben, hogy csak várnak, de nem csinálnak semmit. You know, and God has plans and purposes and places He wants to take us. Istennek pedig megvannak a maga céljai, tervei, hogy hova akar elvinni bennünket. But for that to happen, we've got to sometimes do what He says: get up and go, start moving, start doing something. De időnként ez az kell, amit itt olvasunk, hogy kelj fel és menj, indulj el. You know, we want to make sure that God is leading. Biztosak akarunk lenni abban, hogy Isten vezet bennünket. We don't just want to be, you know, like running on a treadmill. You know, you're running, you're sweating, but you're not getting anywhere. Mert hogy nem akarnánk úgy futni, mintha futópadon futnánk, hogy ugye futunk, izzadunk, de nem jutunk sehova. You want to make sure that God is leading you, and you want to make sure you're moving. Biztosak akarunk lenni abban, hogy Isten vezet bennünket, de abban is, hogy megyünk előre, haladunk. I think of Philip in the book of Acts. Ha Abcsebben a Fülöpre gondolunk. Philip was a man, he started off in the church as a deacon, someone who just served God, served people. Ugye diakónusként kezdte a gyülekezetben, olyan valakiként, aki ugye fizikailag szolgálja az embereket. And when the persecution hit Jerusalem, he left. És amikor az üldöztetés lesújtott Jeruzsálemre, ő is elmenekült. He was preaching and evangelizing. És közben prédikált, evangelizált. And he was successful. És nagyon sikeres volt. He had a big group of people he was ministering to. Egy nagy csoport ember felé tudott szolgálni. And God says, "Go out to the desert." És akkor azt mondta neki Isten, hogy menj ki a sivatagba. What God? I mean, I've got this church plant, things are going good. Are you telling me to go to the desert? Na de várja Isten, hát itt van ez a csomó ember, itt van ez a gyülekezet plántálás, most akkor menjek ki a pusztába, a sivatagba. And he hears God and he goes, and as he's going, God is showing him the next step. De hallja Istent, és elindul, és ahogy elindul, meghallja Istent, hogy mi a következő lépés. And he goes out, and he's in the desert, and God says, go here, go talk to that guy. És amikor kint van a sivatagban, akkor mondja neki Isten, hogy itt jön egy fickó, keresd meg őt, és beszélj vele. He talks to him, evangelizes him, he
baptizes him. Ugye beszélget vele, evangelizál felé, be is meríti. And this guy goes back to the nation of Egypt. And he evangelizes the whole nation. És utána ez az ember visszatér Etiópiába, és az egész nemzetet ott az egész nemzetnek hirdeti az evangéliumot. Yes, Philip was used by God to plant a church. Igen, Isten használta Fülöpöt arra, hogy ott egy gyülekezetet plantáljon. God led him from that to go preach to one person who evangelized a whole nation. De aztán Isten elvezette egyetlen emberhez, akinek megosztott az evangéliumot, aki viszont egy egész népnek mondta az evangéliumot. You know, and so there's a balance in the Christian life between waiting and going. Ugye megvan ez az egyensúly a keresztény életnek, a várakozás és a haladásnak. Yes, we do want to wait on the Lord because the Bible says when we wait on the Lord, we renew our strength. És igen, várni akarunk az Úrra, mert ugye azt olvassuk, hogy az Úrra várunk, az erőnk megújul. But Jesus also says go. De Jézus azt is mondja, hogy menj. Go and make disciples. Menj és tegyél tanítványokká népeket. And it's a continuous form of the verb and it's as you're going, you should be moving. És ebben egy ilyen folyamatos igeidő van, tehát hogy ahogy mész folyamatosan előre. So the Lord is saying get up and go. If you're going to get to the promised land isn't going to get to you, you need to get to it. És azt mondja Isten, hogy keltek fel és induljatok el, az ígéret földje, az nem fog hozzád jönni, neked kell oda menned. And God says I'm going to send an angel. I'm going to drive out all the enemies, all the people of the land. És azt mondja Isten, hogy egy angyalt küldök előttetek, minden ellenségetek kipusztítom előletek. I'm not going to go with you because I'm going to I'll light you up with fires. De én nem megyek veletek, mert leégnétek teljesen. I'll protect you, I'll lead you. The angel will be there, but you know. Megvédelek benneteket, az angyal megy előttetek, de én magam nem. And you know, would God call us stiff-necked? Vajon bennünket Isten kemény nyakúnak hív-e? I think we're probably more stiff-necked than we realize. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább kemény nyakúak vagyunk, mint ahogy azt gondolnánk. God tells us something and we say no. Akkor Isten mond valamit, amit azt mondta, hogy nem. You know, Zara's at this point where she's no. Zara éppen ezen a ponton jár, amikor minden azt mondja, hogy nem. You know, Zara, you need to do your homework. No. Zara, you need no. No, no. Zara meg kell csinálni házit. Nem. És akkor de meg nem, you nem. You have to wake up. No. Fel kell kelni. Nem. You have to go to school. No. Súlyba kell menni. Nem. And I mean, she's very determined. She doesn't want to. És nagyon határozottan így nem akarja dolgokat csinálni. Pray for us. It's hard. We don't know what to do. Úgyhogy imádkozzatok, érdünk, nem tudjuk mihez kezdjünk ezzel. The way she says no, it's like, dang, it's only 7, you're not 17. És ahogy magát ezt a nemet is mondja, már az is hát még csak 7 éves, nem 17. You know, but she gets stiff-necked and it's hard. De tényleg nagyon ilyen kemény nyakú tud lenni, és hát ez nehéz. But how many times does God tell us to do something and we're like, no, no, no. De Isten hányszor mond el nekünk dolgokat, és arra mondjuk azt, hogy nem, nem. You know, we got to pray that we would have soft, responsive hearts to God's word. Úgyhogy imádkoznunk kell, hogy tényleg ilyen lágy szívünk legyen, és ilyen befogadó szívünk legyen Isten szavára. You know, when we read God's word, it should be, yeah, God speak to me, help me to obey. És amikor Isten igét olvassuk, akkor azt kell lássuk, hogy Isten szól hozzánk, hogyan tudunk annak engedelmeskedni. Instead of being a stiff-necked people. Anélkül, hogy ilyen kemény nyakok lennénk. Yeah, when the people heard this disastrous word, they mourned, and no one put on their ornaments. For the Lord said to Moses, say to the people of Israel, you're a stiff-necked people. If for a single moment I should go among you, I would consume you. So now take off your ornaments that I may know what to do with you. Therefore the people of Israel stripped themselves of their ornaments from Mount Oreb onward. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit, mert az Úr ezt mondta Mózesnek, mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is közöttük menni. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hóreb hegytől fogva. Now, God says, I'm not going to go with you. And Moses tells him this, and the people start freaking out. Yeah, Isten azt mondja, hogy nem megyek veletek, Mózes elmondja a népnek, és beparázik a nép. And this is a good sign. És azért ez jó jel. Because they were generally concerned
About the presence of God in their lives. Mert azért úgy általánosságban véve törődtek azzal, hogy jelen van-e Isten az életükben. They wanted God around them. They knew that they were only safe with God, and so they took off their ornaments as a sign of repentance, like God, please be with us. Tehát törődtek azzal, hogy Isten velük legyen, mert tudták, hogy csak akkor vannak biztonságban, ha ott van Isten közöttük. Ezért levették az ékszereiket egyfajta jelzésként, hogy ők most gyászolnak és kérik Istent. It was humbling of themselves. Megalázták magukat. Before the Lord. Az Úr előtt. That's always a good thing. És ez mindig jó dolog. Now Moses used to take verse 7 the tent and pitch it outside the camp, far from the camp, and he called it the tent of meeting, and everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp, and whenever Moses went out to the tent, all the people would rise up and each would stand at his tent door and watch Moses until he'd gone into the tent. And when Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent, and the Lord would speak to Moses. And when all the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, all the people would rise up and worship, each at his tent door. Thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. When Moses turned again into the camp, his assistant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az Urat kereste. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, és mindenki odaállt sátra bejáratához, és nézte Mózest, amint bement a sátorba. Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhőoszlop ereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózessel az Úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgáltára rendelt ifjú Józsué, a Nun fia nem távozott el a sátorból. Well, we're going to see after the tabernacle is built, the tabernacle is going to be the center of the camp. Ugye, ahogy láttuk már, amikor megépült a szent sátor, az lett a tábornak well, a középpontja. Ja, bocsánat, még nincs megépítve, majd ha meg lesz építve, az lesz a sátor, vagy a tábornak a középpontja. Their whole life is going to be literally, it's going to revolve around the tabernacle and the worship of God. És az egész élet szó szerint a sátor körül forog és azzal kapcsolatos lesz. Of the people of God should be centered around the presence of God. És hát Isten népének az életének a középpontjában Isten jelenléte kell, hogy álljon. You know, but the tabernacle hasn't been built yet. And so Moses, when he would meet with God, he would go out to this tent outside of the camp, the tent of meeting. Míg ez a szent sátor nem épült meg, ezért Mózes neki kellett menni a táboron kívülre, ott feltötte a találkozás sátrát. And there, when Moses would go in, the pillar of smoke would come down, he would meet with God, people would worship. És amikor Mózes bement ebbe a sátorba, a felhő leereszkedett a sátorra, az emberek pedig dicsőítették Isten. Meet with God and talk with God face to face. És ott Mózes szemtől szembe találkozott Istennel. A figure of speech, as you know. Hát nyilván rájöttetek már, hogy azért ez is egy ilyen képes beszéd. Because the Bible says that a person can't see God and live. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy Isten, vagy az ember nem találkozhat úgy Istennel, hogy túlélje. First John 4, I think. Ha jól emlékszem, az 1 János 4-ben van ez. You can't see God, and we're even going to see in the next chapter how God protects Moses from seeing him because he would die otherwise. És tehát hogy nem lehet így látni Isten, és majd a következő fejezetben olvassuk azt, hogy Isten hogyan védi meg Mózest, amikor így megláthatja a dicsőségnek egy kicsi részét, hogy meg ne halljon. This phrase face to face speaks of an intimacy, an openness and fellowship and communication that Moses and God had. Tehát ez a szemtől szembe való találkozás, ez sokkal inkább képe annak a bensőséges kapcsolatnak és kommunikációs módnak, ami Mózes és Isten között volt. It was an open, free, friendly relationship. Ez egy nyílt, teljesen szabad, barátságos, baráti kapcsolat and, volt. You know, just like we need balance in waiting on God and moving. És ugyanúgy, ahogy szükségünk van az egyensúlyra, az Istenre való várás és az indulás között. There needs to be a balance in our relationship with God and how we deal with God. Abban is egy egyensúlyt kell megtalálnunk, hogy hogyan van az Istennel való kapcsolatunk. There should be a holy reverence for the creator of the universe. Mert hogy egyrészt kell, hogy legyen egy szent tisztelet a teremtő úrnak.
understanding that he is God and he is above us. És pontosan jól kell látnunk, hogy ő Isten és ő fölöttünk áll. But on the other hand, we need to understand that Jesus calls us friends. De azt is meg kell értsük a másik oldalról viszont, hogy Jézus a barátainak hívott bennünket. We're friends. The Bible says we're children of God. Ugye mi barátai vagyunk Jézusnak. Azt mondja a Biblia, hogy Isten gyermekei vagyunk. And there's a reverence for God, but there's also an openness, a freedom to come to God. Van tehát egyfajta tisztelet Isten felé, de azzal együtt egy nyitottság, egy szabadság is az Isten irányába. You know, yes, we should come into the presence of God with respect, but we should come boldly as children. Tehát igen, tiszteletteljesen kell jönnünk Isten jelenlétébe, de azzal együtt bátran, mint a gyerekek. And I think sometimes we overcomplicate our relationship with God. Időnként azt érzem, hogy túlbonyolítjuk az Isten való kapcsolatunkat. You know, it's too much reverence. Hogy a tiszteletből van túl sok. You know, and not enough friendship or not enough childlikeness. És nincs elég barátság vagy ilyen gyermekiség. And I don't think we should go to either extreme. We need to have balance. És úgy gondolom, hogy nem szabad egyik szélsőségbe sem esnünk, hanem egy jó egyensúlyt kell találni. Because God sent Jesus on a rescue mission to adopt us into his family. Hiszen Isten Jézust egy ilyen megmentő misszióba küldte, hogy örökbe fogadhasson bennünket a családjába. Last week when I was sick, one of the benefits of being sick in bed, all you can do is like watch movies and TV shows. Múlt héten, hogy ágyban fekvő beteg voltam, az egyik előnye ennek az, hogy az ember nyugodtan nézhet tévét vagy filmeket. So in between my coughing, I was binge watching a TV show about the Queen of England. Úgyhogy két köhögés között rákattantam egy két millió köhögés között, úgy beleszorítottam azt is, hogy a királynőről néztem meg egy műsort. It's a 10 part whatever, it's a show called The Crown. Az azt mondja, hogy a korona egy 10 részes sorozat. And it's about how Queen Elizabeth became the queen and everything and her, you know, relationship with her husband. I'm fascinated by it. So. Arról szól, hogy hogyan lett második Erzsébet királynő, meg a férjével való kapcsolat, és ez engem teljesen lenyűgözött egyébként ez. And during the series, it's, you know, it's back when she became king in the early 50s. És van egy olyan része a sorozatnak, amikor, ha jól emlékszem, az 50-es évek elején lett ő királynő. And Winston Churchill was the prime minister, and the prime minister has the weekly meeting with the queen. És hát abban az időben ugye Winston Churchill volt a miniszterelnök, és heti rendszerességgel találkoztak. And even today, the prime minister has a weekly audience with her majesty. Ez még mindig ugyanígy van, hogy mind a mai napig, hogy a miniszterelnöknek heti találkozója vagy audienciája van a királynővel. And basically, you know, they inform the queen of what's going on in her government, in her country and everything. És ugye Churchill elmondta, hogy hogyan áll a kormány vagy mi újság van a helyzetben. And when he would walk into his weekly audience with the queen, you know, even though she was 50 years younger than him, he would, out of respect, he'd kiss her hand because she's the queen, you know. És mindig, minden héten, amikor jött erre az audienciára, bár ugye Erzsébet királynő akkor 50 évvel volt kb. Fiatalabb, mint Churchill, és mégis tiszteletből kezet csókolt neki. You know, and when he was, you know, done, I mean, he wouldn't sit down. Eleve Churchill nem is ült le. Because he said, no. We're not equals, no. Mert hát, hogy nem vagyunk a királynő egyenrangúak. And when he was, when the prime minister's done, like, and I think this is true, you don't like say see you later, queen, and turn your back on the queen. You don't do that. És amikor Churchill végzett, ugye nem lehet azt mondani, hogy na, szavasz, elmentem, és hátat fordítani a királynőnek és kimenni. You would walk backwards, and then when she was a safe distance, you would kind of turn a little bit and walk out. Ha nem, így hátrált, ugye nem lehetett hátat fordítani a királynőnek, hanem így hátrált, és utána, amikor elég távol került, már akkor tudott így kisomfordálni. There's this radical respect. Tehát ilyen nagyon nagy tisztelet volt benne. And I think sometimes maybe we feel there's too much of the reverence in our relationship when we need more of the freedom. Úgyhogy időnként azt érzem, hogy ebből a tiszteletből túl sok van bennünk Isten felé, és sokkal több szabadságra volna szükségünk. You know, do you think the queen's kids say,
yes, mommy, and backwards. No, they just run up and hug her and turn around. Gondoljátok, hogy a királynőnek a gyerekei ugyanezt csinálták, hogy így ilyen hajlongva közelítették meg, meg így tolattak kifelé, hanem rohantak oda hozzá, hogy a gyerekek. Have that balance of respect, but also knowing we're part of the family. Tehát ezt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy legyen bennünk tisztelet, de azért tudjuk azt, hogy a család része vagyunk. God did all of this. Mert hogy Isten találta ki ezt az egészet így. He did all of the plan of salvation to make us, to call us friends and bring us into the family. És az egész üdvtervet ő védte véghez azért, hogy mi a családjába tartozzunk. And so Moses would go in and he'd talk with God. Úgyhogy Mózes megy a sátorba, és ott beszél Istennel. You know, he'd hear from God, he'd tell God his problems. Te hall Istentől, és elmondja Istennek a problémáit. Verse 12, Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up this people, but you've not let me know whom you will send with me. Yet he said, I know you by name, and you have also found favor in my sight. Now therefore, if I found favor in your sight, please show me your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people." And he said, "My presence will go with you, and I will give you rest." And he said to him, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here. For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not your going with us, so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth?" And the Lord said to Moses, "This very thing that I have spoken to you, for you have found favor in my sight, and I know you by name." Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, hogy kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felel, megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek. Mózes ezt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a földszínén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. So here we get a little bit of the insight into some of the conversations that Moses had with God. Itt van egy kis betekintés arról, hogy Isten és Mózes között milyen beszélgetés zajlott. You know, and he says, "Look, God, I found favor in your sight. But if I found favor in your sight, show me your ways." Azt mondja, hogy ha megnyertem a jó indulatodat, akkor mutasd meg a te utaidat. And he reminds God, "God, this is your nation, your people." És úgy emlékezteti Istent, hogy ez a te néped, ez a te nemzeted. And he also says, "God, I need help doing it." És ugye azt is mondja, hogy szükségem van a segítségedre, and Isten. And God says, "My presence will go with you." És azt mondja Isten, hogy jó, akkor a jelenlétem megy veletek. "I will give you rest." És pihenést adok neked. Now, I love what Moses says in verse 15. "If your presence will not go with me, don't bring us up from here." És azt nagyon tetszik, amit Mózes mond, ha a 15-ös versben, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. And this goes back to the balance between waiting on the Lord and going. És ez megint csak vissza arra az egyensúlyra, hogy az Úrra várni és menni. Because, you know, some people, they wait on the Lord to a fault. Mert van, hogy az emberek így túlságosan sokáig vagy bűnös módon várnak az Úrra. They move to a fault. Szóval vannak, akik pedig a haladást viszik itt túlzásba, vagy amiatt bűnösök. God's not leading them, but they go. They just, "I got to do it. I want to do it." Mert hogy Isten nem vezeti őket, de akkor is mennek, hogy ezt csinálni kell, menni kell, kész. They just go about their business and they give no thought to how God would lead or what God would want. Csinálják a saját kis ügyeiket, és nem figyelnek arra, hogy Isten hogyan vezet, vagy Isten mit akar. Or what they do is they start doing something, they get into something, and they say, "God, I'm doing this. God, please bless me." Vagy pedig azt csinálják, hogy belevágnak valamibe, elkezdik csinálni, és aztán azt mondják, hogy "Uram, én ezt csinálom, kérlek, áldj meg engem." You know, and why would God bless something that he's not leading you in? De vajon miért áldjon meg Isten bármit, amiben nem ő vezet bele? And it's better to wait on the Lord to see where he's leading and then go, because where God leads, that's blessed. Jobb tehát az Úrra várni és megnézni, hogy merre vezet bennünket, és hogyha vezet, akkor menni, hiszen az már eleve áldott. But Moses was not going to go unless God went with him. És azt mondta Mózes, hogy ő nem jön, ha csak Isten nincs velünk. I'm sure you could all share stories about how
you've done things in life without consulting the Lord and how you've messed up. Biztos vagyok benne, hogy te is rengeteg olyan történetet tudnál elmesélni, hogy belevágtál valamibe, amivel így nem foglalkoztál így Istennel, és aztán elszúrtad. Moses says, God, I'm not going unless you go with me. Mózes azt mondja, hogy én nem megyek, ha csak nem jössz velem. Because if you don't go with us, we're no different than anyone else. Mert hogyha te nem jössz velünk, akkor semmi különbség nincs köztünk és a többi nép között. The difference between the believer and the unbeliever is that God is with us and God leads us. Mert hogy a hívő és a nem hívő között annyi a különbség, hogy Isten velünk van és vezet bennünket. When we don't listen to God, when we don't follow God, we're not acting like believers. De hogyha nem figyelünk Istenre, nem hallgatunk rá, akkor nem hívőként viselkedünk. We're acting like everyone else in the world. What makes us special? Nothing in that case. Ugyanúgy viselkedünk, mint bárki más a világban, akkor mitől vagyunk a különlegesek? Semmiben. What makes us different is we should do life differently. We think differently. We let God lead us. Attól vagyunk különlegesek, hogy másként éljük az életünket, másként tesszük a dolgokat, hagyjuk, hogy Isten vezessen bennünket. And then Moses says, please show me your glory. And he said, I will make my goodness pass before you, and I will proclaim before you my name, the Lord. And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will have mercy. But he said, you cannot see my face, for man shall not see me and live. And the Lord said, behold, there's a place by me where you shall stand on the rock. And while my glory passes by, I will put you in a cleft on the rock, and I will cover you with my hand until I've passed by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára, és amikor elvonulok dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. 23. Yes. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Moses says, God, show me your glory. Mózes azt mondja, hogy Isten, mutasd meg a te dicsőségedet. And God responds by saying, I will make my goodness pass before you. És erre úgy válaszol Isten, hogy elvonultatom egész fenségemet előtted. Vagy a jóságomat, yeah, az angolban. Yeah. The idea is, the glory of God is revealed in the goodness of God. Sőnök itt a lényeg az, hogy Istennek a dicsősége Isten jóságában mutatkozik meg. The first thing you need to understand about God is good. Az első dolog, amit meg kell érteni Isten kapcsolatban, hogy Isten jó. God is good. That is the foundation of knowing God. Isten jó, és Isten ismeretének ez az alapja. And if you don't know and you don't believe that God is good, then you don't know a whole lot about God. És hogyha nem ismered Istent, hogy nem jónak ismered Istent, akkor nem sokat tudsz Istenről. And God says, I'm going to show you my goodness. És azt mondja Isten, hogy megmutatom az én fenségemet, a jóságomat. When we look at our lives, we can count the ways God has been good to us, and that shows us how glorious He is. Ugye végignézzük az életünket, rengeteg dolgot láthatunk, amiben Isten megmutatta azt, hogy mennyire jó hozzánk, ez az ő dicsősége. And God says, I'm going to proclaim my name to you, I'm going to tell you my name. És azt mondja, hogy kinyilvánítom neked a nevemet, elmondom a nevemet. The Lord. Az Úr. The one who's above all. Aki mindenek fölött áll. And he's also going to learn something about the sovereignty of God. That God says, I'll be gracious to who I want to be gracious to, and I'll show mercy to who I want to show mercy to. És ugye Isten a szuverenitásáról is beszélt, azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök, irgalmazok, akinek irgalmazok. I will do this for you, Moses. I will show you, and I will hide you. So, ezt megteszem neked, Mózes, megmutatom, elrejtelek. I'll cover you, and when my glory pass by, you'll see the end of my glory. Betakarlak, és hogy elmegy melletted az én dicsőségem, annak a végét azt láthatod. Chapter 34, the Lord said to Moses, cut for yourself two tablets of stone like the first, and I'll write on the tablets the words that were on the first tablets which you broke. Be ready by the morning and come up in the morning to Mount Sinai and present yourself there to me on top of the mountain. No one shall come up with you, and let no one be seen throughout
all the mountain, let no flocks or herds graze upon the mountain. So Moses cut two tablets of stone like the first, and he rose early in the morning and went up on Mount Sinai as the Lord had commanded him. And he took the two tablets of stone, and the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will know by no means clear the guilty, visiting the iniquity of fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. And Moses quickly bowed his head to the earth and worshipped, and he said, Now I have found favor in your sight, O Lord, please let the Lord go in the midst of us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us for your inheritance. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblán, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a táblákra azokat az igéket, amelyeket az előbbi táblákon voltak, melyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel fölment a Sínai hegyre az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűneiért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult, és ezt mondta. Ó, Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsáss meg mégis bűnünk, és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. So Moses goes back up to the mountain, and God comes down and meets him, and then God proclaims his name. He's going to tell Moses his character, what he's like. Tehát Mózes újra fölmegy a kőtáblákkal a hegyre, ott megjelenik neki Isten, és elmondja neki az ő nevét, a jellemét. And he says that he's the Lord, he's above all. Azt mondja, hogy ő az Úr mindenek felett. That he's merciful, he's full of mercy. Ő irgalmas, tele van irgalommal. God doesn't give us what we deserve all the time. Ami azt jelenti, hogy Isten nem azt adja nekünk mindig, amit érdemlünk. You know, I'm thankful for the mercy of God. I'm thankful that the mercies of God are new every morning. Én nagyon hálás vagyok Isten irgalmáért, azért, hogy minden reggelre megújul Isten irgalma. And then God says that he's gracious. It means he gives us things we don't deserve. És azt mondja, hogy kegyelmes az Úr, tehát azt adja, amit nem érdemlünk. So mercy is God doesn't give us what we deserve. Grace is God giving us what we don't deserve. Isten irgalma tehát azt jelenti, hogy nem azt adja, amit érdemlünk, és Istennek a kegyelme, hogy azt adja, amit nem érdemlünk. He is slow to anger. Yeah, lassú vagy késedelmes a haragra. We've talked about this on recently on Sundays. Valamelyik vasárnap pont erről volt szó, ha emlékszem, pont múlt vasárnap. That God is slow to anger. He does get angry, but he doesn't lose his temper. Hogy Isten késedelmes a haragra, megharagszik, de tehát, hogy nem húzza fel magát. Így van, nem idegesíti fel magát olyan könnyen. But there is a time when the anger of God will be poured out in judgment. De jön az idő, amikor Isten kiárasztja a haragját az ő ítéletében. We're told that he is abounding in steadfast love and faithfulness. Ugye azt is tudjuk, hogy end of verse 6. Ahogy a hatos vers végén olvassuk, hogy irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú és szeretete és hűsége nagy. I love this. There's, and I think the word nagy or abounding, it doesn't describe the love of God. És úgy gondolom, hogy itt ez a szó, hogy nagy vagy ilyen túláradó, az nem is tudja igazán leírni Isten szeretetét. There's no human words to describe the depth of God's love for us. Valójában nincsenek is emberi szavak arra, amik leírhatnák Isten irántunk való szeretetének a mélységét. How much God loves us, how faithful God is to us. God is not going to give up on you. Hogy mennyire szeret bennünket Isten, mennyire hűséges hozzánk Isten, mennyire, hogy nem adja fel velünk kapcsolatban. People might give up on you. You might give up on you, but God doesn't give up. Lehet, hogy más emberek föladják veled kapcsolatban, lehet, te magad is föladtad, de Isten nem adja fel. Because he's loving and faithful.
mert Isten szeretetteljes és hűséges. He forgives iniquity and sin and transgression. Ugye megbocsátja a bűnt és a hitszegést, a vétken. But for those who reject His forgiveness, He will not clear the guilty. De azoknak, akik visszautasítják az ő megbocsátását, azoknak nem törli el a vétkét. You have a choice to let God forgive you of your sins through Jesus Christ or not. Neked megvan erre a lehetőséget, hogy eldönts, hogy elfogadod-e Jézus Krisztuson keresztül Isten megbocsátását, vagy nem. And we talked about this on Sunday, that if you reject, judgment awaits you, and it's fair. És vasárnap erről beszéltünk, hogyha nem fogadod el, akkor az ítélet fog következni, és ez teljesen igazságos. Visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation. Nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnét a fiakat, és a fiaik fiait harmad és negyedízig. This is talking about the destruction and the destructive power of sin. De ez a bűnnek a pusztító hatásáról szól. It not only affects me, it affects my family, it affects generations. Hogy ez nem csak engem érint a bűnöm, hanem a családomat, a különböző generációkat. And then Moses, he hears about how good God is and how loving God is and how faithful God is and how forgiving God is. És amikor itt Mózes hallja, hogy Isten mennyire szeretetteljes, irgalmas és megbocsájtó. And then he bows and he worships. Akkor leborul és Istent imádja. He says, God, forgive us. We're sinners, forgive us. Isten, bocsáss meg nekünk, bűnösök vagyunk. And he said, behold, I'm making a covenant before all your people. I will do marvels such as have not been created in all the earth or in any nation. And all the people among whom you are shall seek the work of the Lord, for it is an awesome thing that I will do with you. Az Úr pedig ezt mondta, én most szövetséget kötök, olyan csodákat teszek egész néped előtt, amelyennek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedetét az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. And so God is renewing his covenant with the people. He says, I'm going to work with you, I'm going to work in you, through you, for you. Azt megújítja a szövetséget itt Isten a népel, azt mondja, hogy veletek, rajtatok keresztül, és bennetek fogok munkálkodni. But here's what you got to do. Következőt kell tennetek. Observe verse 11 what I command you. Behold, I will drive out before you the Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Take care lest you make a covenant with the inhabitants of the land in which you go, lest it become a snare in your midst. You shall tear down their altars, break their pillars, and cut down their Asherim, for you shall worship no other god, for the Lord whose name is jealous is a jealous God, lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and when they whore after their gods and sacrifice to their gods, and you are invited, you eat of his sacrifice, and you take the hand of their daughters for your sons, and their daughters whore after their gods, and make your sons whore after their gods. Őrizd meg, amit most parancsolok neked. Kiűzöm előled az emóriakat, kánaániakat, hettitákat, perizzieket, hívieket és jebusziakat. Vigyázz, ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, ahová bemész, mert csapdává válnak közöttetek. Sőt, roncsátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, és vágjátok ki szent fáikat. Nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, mert amikor paráználkodnak isteneikkel, és áldoznak isteneiknek, téged is meghívnak, és enni fogsz áldozataidból. 16. Yeah. Ne védj feleséget leányaik közül fiaidnak, mert amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidet is paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel. In the first, yeah. 17? No. The first thing God says is, do not make a covenant, do not make a treaty with the people of the world, because they will harm you. Az első dolog, amit mond Isten, hogy ne kösz szövetséget, ne kösz szerződést a világ embereivel, mert az neked lesz rossz. You know, they're going to lead you into false worship. Hamis imádatba fognak vinni. God's people are to be separate. És Isten népét pedig el kell választani. Because when you make these treaties, peace treaties with the world, it's going to be a snare, God says. Mert azt mondja Isten, hogyha ilyen békét kötsz a világgal, akkor az csapdává válik neked, mondja Isten. Now this isn't saying
for us as Christians that we can't have non-Christian friends, or we should. That's how we evangelize. Ez nem azt jelenti, hogy számunkra keresztények számára, hogy nem szabad, hogy nem keresztény barátaink legyenek, és hogy kell, hogy legyenek, hiszen ezen keresztül tudunk evangelizálni. We're not called just to live in a bubble. Nem arra vagyunk elhívva, hogy egy ilyen buborékban éljünk. This is speaking here to the nation of Israel. Itt konkrétan Isten Izrael népéhez szól. Jesus tells us we're in the world, but we're not of the world. That's how we're to operate as Christians. Jézus azt mondja, hogy ebben a világban élünk, de nem e világból valók vagyunk, így kell, hogy működjünk. God says in verse 17, you shall not make for yourself any gods of cast metal. Azt mondja a 17. versben, hogy ne csinálj magadnak öntött istenszobrot. So no physical representation of God. Tehát Istennek ne legyen ilyen fizikai megjelenítése. You shall keep the feast of unleavened bread. 7 days you shall eat unleavened bread as I commanded you at the a time appointed in the month of Abib, for in the month of Abib you came out of Egypt, and all that opened the womb are mine, all your male livestock, the firstborn of cattle and sheep, the firstborn of a donkey, and you shall redeem with a lamb, or if you will not redeem it, you shall break its neck, all the firstborn of your sons you shall redeem, and none shall appear before me empty-handed. Tartsd meg a kovásztalan kenyér ünnepét, 7 napon át egyél kovásztalan kenyere, ahogyan megparancsoltam neked. Az Ábib hónap meghatározott idején, mert az Ábib hónapban jöttél ki Egyiptomból. Enyém legyen mindaz, ami megnyitja anyja méhét, és minden hím jószágod is, amely marhád vagy juhod elsőszülöttje. De a szamáris elsőszülöttjét juhon válts meg, ha nem váltod meg szeg nyakát. Minden elsőszülött fiút válts meg, senki sem jelenjék meg előttem üres kézzel. So this is a reiteration again of keeping the feast of unleavened bread, the Passover, and redeeming the firstborn. Ugye itt újra megismétli Isten a páskát, ugye a szabadulást Egyiptomból és az első szülötteknek a megváltását. Again, he's just reaffirming the covenant. He promises to be with them, and he expects obedience from the people. Megerősíti a szövetséget, ugye azt ígéri, hogy velük megy, és cserébe engedelmességet vár a néptől. Verse 21, 6 days you shall work, on the seventh day you shall rest, in plowing time and harvest you shall rest. 21-es vers, 6 napon át dolgozz, de a 7. napon pihenj meg, még szántáskor és aratáskor is pihenj. Even when life is busy, take a day off and worship and rest. Amikor nagyon elfoglalt az élet, akkor is vegyél ki egy napot és pihenj és dicsőítsd Isten. You shall observe, verse 22, the feast of weeks, the first fruits of the wheat harvest and the feast of ingathering at year's end. 3 times in a year you shall all your male shall appear before the Lord God, the God of Israel, for I will cast out nations before you and enlarge your borders. No one shall covet your land when you go up and appear before the Lord 3 times in a year. Évente tartsd meg a hetek ünnepét, amikor búzad első termését aratod, és a betakarítás ünnepét is az esztendő fordulóján. Évente 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úrnak, Izrael Urának Istenének színe előtt, mert népeket űzök ki előle, kiszélesítem határodat, és senki sem kívánja meg földedet, amikor évenként 3-szor fölmész, hogy megjelenj Istenednek az Úrnak színe előtt. There were these 3 important feasts every year, every male should go and keep the feasts. Ugye volt ez a 3 fő ünnep, minden férfinek föl kellett menni Jeruzsálembe majd erre az ünnepre. And verse 25, you shall not offer the blood of my sacrifice with anything leavened, or let the sacrifice of the feast of the Passover remain till morning. 25-ös, a nekem szánt áldozat vérét ne onts ki kovászos étel mellett, és ne maradjon meg másnap reggelre a páska ünnep áldozata. The best of the first fruits of your ground you shall bring to the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Földed első termésének javát vidd el Istenednek az Úrnak a házába, ne főzz gödőjét az anyjának tejében. Again, these are just things that we've already talked about, so unfortunately for the Jews, no cheeseburgers, but thank God we're under grace, we can have bacon cheeseburgers to the glory of God. Ugye beszéltünk már erről máskor is, hogy szegény zsidók nem ehetnek sajtburgert, de hála az Úrnak, így a kegyelem idejében élünk, ezért még szalonnás sajtburgert is ehetünk. Bacon cheeseburgers are of the Lord. Ami egyébként az Úrtól van nyilván. But you're to bring the first fruits to God, your tithe and offering. Tehát a termés első zsengét az Úrnak kell vinni, tizedeket, fölajánlásokat. And then the Lord says to Moses, write these words, for in accordance with these words I've made a covenant with you in Israel. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Ezután ezt mondta az Úr Mózesnek, írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Mózes 40 nap és 40 éjjel volt ott az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem jött, és felírta a táblákra a szövetség igéit, a 10 igét. When
Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the testimony in his hands. As he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he'd been talking with God. Aaron and all the people of Israel saw Moses, and behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near to him. But Moses called them, and Aaron and all the leaders of the congregation returned to him, and Moses talked with them. Afterward, all the people of Israel came near, and he commanded them all that the Lord had spoken with him in Mount Sinai. And when Moses had finished speaking with them, he put a veil over his face. And whenever Moses went in before the Lord to speak with him, he would remove the veil until he came out. And when he came out and told the people of Israel what he was commanded, the people of Israel would see the face of Moses, that the skin of Moses' face was shining, and Moses would put the veil over his face again and until he went in to speak with him. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről. A bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszél. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és ekkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott neki a Sínai hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplettett Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet kijöveteléig. Azután kijött és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Moses was doing literally what we should be doing spiritually, reflecting God to people. Mózes szó szerint azt csinálta, amit nekünk átvitételemben kell tennünk, vagy szellemi értelemben, hogy így visszatükrözni Istent a népnek. We're called to be lights in the world, and our light is just simply a reflection of Jesus's light. Hiszen arra lettünk elhívva, hogy a világ világossága legyünk, ami egyszerűen csak Jézusnak a visszatükrözése. Now in 2 Corinthians chapter 3, Paul tells us the meaning of this veil over Moses' face. A 2 Korintus 3-ban beszél Pál apostol arról, hogy mit is jelent Mózes arcán ez a lepel. It wasn't to hide the glory, it was to hide the diminishing, the fading of the glory. Nem a dicsőséget volt hivatott így eltakarni, hanem azt, hogy ne lássák, hogy mikor múlik el ez a fényesség. The old covenant did have a glory to it. Az Ószövetségnek megvolt a maga dicsősége. But it was a fading glory. De ez egy elhalványuló dicsőség. And God didn't want people to lose confidence in Moses. És Isten nem akarta azt, hogy az emberek elveszítsék a bizonyosságukat Mózesben. And the old covenant, we're told, Paul says, when people read the old covenant, there's a veil over their face, they can't see. És ugye Pál azt is elmondja, hogy amikor az Ószövetségen keresztül nézi az ember, vagy az Ószövetségi nép nézi Istent, akkor egy ilyen leplen keresztül nézi. Because God has replaced the old covenant with a better covenant, the covenant built upon the work of Jesus Christ. És Isten lecserélte ezt a szövetséget egy jobb szövetségre, amit Jézus Krisztus végzett el. It's a glory that will never fade, never end. És annak a dicsősége az soha nem múlik el. The book of Hebrews talks about the glory of the new covenant. Ugye a zsidókhoz írt levél beszél az új szövetségnek erről a dicsőségéről. Let's pray. Imádkozzunk. Father, thank you for your word. Atyán, köszönjük a te ígédet. Thank you that we are new covenant believers. Köszönjük azt, hogy mi új szövetségi hívők vagyunk. Thank you that the glory of Jesus never fades. Köszönjük azt, hogy Jézus dicsősége soha nem múlik el. Lord, help us to wait on you and help us to go for you. Urunk, segíts, hogy tudjunk várni rád, és elindulni érted. Help us to have a healthy reverence for you, but also to come to you as our Father. Segíts, hogy legyen egy egészséges ilyen tiszteletünk is feléd, de mennyei atyaként tudjunk téged megközelíteni. We do love you, God, and thank you that you love us. Szeretünk, Urunk, és köszönjük, hogy te szeretsz bennünket. There's nothing that compares to your love. A te szereteted az semmi sem mérhető. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.